talán nem minden Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei ember ismeri Sebestyén Sándor nevét, de alkotásait mindannyian láttuk. A szobrászművész Lónyán született, dolgozott az NDK-ban, ingázott Budapest és Nyíregyháza között, de utóbbi városban töltötte alkotó éveit, és a szakma is nyíregyháziként emlegeti. A szellemisége és amit tanított, nyomot hagyott a gyermekeiben is. Mi egy nagyon, nagyon szép gyerek volt, tudtunk magunkénak. Jó időben éltünk, jókor is, amit megtanultunk édesapámtól. Én és a húgom az, hogy a természet szeretete, az emberek tisztelete elsősorban, megkülönböztetni a jót és a rosszat, alapvető dolgok a szeretet, ezek is egy nagyon szép millióbe nőttünk föl, tehát felnőttünk mi szinte egy falu közösségben, és utána a városban laktunk, és mindenféleképpen az apai szigor az ugyanúgy jelen volt, de sokat nélkülöztünk. Apám, mivel rengeteget utazott és gyűjtötte az információkat, ezért sokszor nem volt velünk. De nem erre emlékszünk, hanem az, amikor ott volt, amikor jelen volt, és mi, mint én, mint fia, mint lány, és az összes baráti társaságom, akkori baráti társaságom neki segített. Tehát mi részt vettünk a munkáiban, a céljainak az elérésében, és ez mindenféleképpen szép emlék számunkra. Sebestyén Sándor fiáról mintázta utolsó köztéri alkotását, a megyei és városi könyvtár előtt látható kisfiút, aki papírrepülőt tart a kezében, szimbolizálva ezzel a gyermeki vágyakozást és a szabadság szeretetét. A Sanyika jövő című bronz ivókút egy azon 20 alkotás közül, amely Nyíregyházán található. De vármegye szerte találkozhatunk műveivel, hiszen közel 100 köztéri alkotást készített. És mint az emlékezésen elhangzott, az ember addig él, amíg emlékeznek rá. Lónyáról indult, és most itt vagyunk Nyíregyházán, most ugye a Nyíregyházi Értéktárba bekerült a munkássága, de azt hiszem, hogy ettől sokkal fontosabb az, hogy ezzel a lépéssel, ezzel egy kicsit előtérbe is került. Az, ami mellett már gyakran elmentünk, hiszen számtalan helyen találkozunk alkotásaival, de lehet, hogy nem is tudtuk, hogy azt éppen Sebestyén Sándor készítette, és bízom benne, hogy ezzel a lépéssel, hogy most a Nyíregyházi Értéktárba bekerült, azért egy picit talán a köztudatba is jobban beépül az ő munkássága. Bár amilyen ember volt ő nem ezért alkotott, nem ezért élt, ő valóban a közösségnek szeretett volna átadni valamit abból, amit ő kapott, de mindenképpen azt szeretnénk, hogy ez a mostani lépés, ez szimbolikus lépés ugyan, de megerősítse azt az üzenetet és azt a munkásságot, amit ő hátrahagyott. Baracsi Endre hozzátette, a vármegyei értéktárba is várják a javaslatot, Sebestyén Sándor munkásságának és alkotásainak ott is méltó helye lenne.